Sziasztok! A napokban egy nagyon kedves barátnőmet elkísértem az egyik kereskedelmi bankba, ahol vezetik az ő folyószámláját, illetve ott van egy letéti számlája is, amelyen különböző befektetési alapokat vásárolt már meg, és ott tartják ezeket nyilván. A barátnőm nem igazán ért a pénzügyekhez, így kérte, hogy abban támogassam őt, hogy hallgassam meg, hogy mit ajánlanak ott neki, és akkor majd utána egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak, ha egyáltalán szeretné azt a likvid összeget, amely megjelent a számláján, azt befektetni. A banki látogatásunkat megelőzőleg egy pár nappal egy fiatal ember őt felhívta, hogy látja, hogy a folyószámláján megjelent egy likvid összeg, és ezzel kapcsolatban szeretne vele beszélni, illetve a már meglevő portfólióját áttekinteni. Megérkeztünk a bankba, nagyon kedvesen fogadott bennünket ez a befektetési tanácsadó fiatalember. Beültünk, azonosította a barátnőmet, és azután elmondta, hogy van két olyan befektetési lehetőség most, amelyet ő ajánlana, hogy a barátnőm vegyen fontolóra, és fektesse be azt a pénzt, ami ott van likviden a számláján. Egy pár mondatot mondott el mind a két befektetési lehetőségről, és utána várta, hogy a barátnőm ráfog vagy egyikre, vagy másikra, vagy mind a kettőre bólintani, hogy akkor igen, ő szeretné ebbe a két eszközbe befektetni a pénzét. Ez nem történt meg. Amikor látta a befektetési tanácsadó, hogy a barátnőm egy kicsit bizonytalan, akkor ismételten elkezdte ismertetni ezt a két terméket, közel azonos szavakat használva, és közel azonos időtartamot erre számva, hogy minél jobban megértse a barátnőm, hogy ő milyen termékeket ajánl neki. Ezek után sem nyilatkozott úgy a barátnőm, hogy ő most feltétlenül szeretne szerződést aláírni a bankkal, és akkor az ő likvid pénzét fektessék be ebbe a két eszközbe. Kicsit láttuk a csalódottságot a befektetési tanácsadó fiatalemberen, de hát annak rendje módja szerint elbúcsúztunk, és elhagytuk a banknak az épületét. Mikor kijöttünk, és a barátnőm egy kicsit végig gondolta, hogy mi is történt vele, akkor feltette nekem azt a kérdést, hogy ez most mi volt? Én mondtam, hogy ez egy klasszikus értékesítés volt. Mire ő megkérdezte tőlem, hogy mi lett volna az ideális eljárás. Ezt nyilván sokan feltehetjük, ezt a kérdést, mert senki sem szeretne egy ilyen helyzetbe kerülni, legalábbis én úgy gondolom, mert kicsit a barátnőm úgy érezte magát, minthogyha ő áldozat lenne. Hogy mi lenne az ideális? Az ideális az az lenne, hogyha lenne annyi idő és türelem, hogy az ügyfelet megkérdeznék először is, hogy mit szeretne azzal a pénzzel csinálni, ami most jelen pillanatban ott napozik azon a számlán. Hogy mik a tervei, mik a céljai azzal a pénzzel. És hogyha ő tényleg szeretné ezt a pénzt befektetni, és ezzel az ő portfólióját még színesíteni, akkor beszélni arról, hogy ez a két befektetési alap
ez milyen kockázati besorolású, hogy ez illik-e az ő kockázati profiljához, amit remélem, hogy már korábban a bank felmért, illetve, hogy milyen költségekkel jár, hogy mennyi időre tervezi ő ezt a befektetést. A befektetésének, hogyha ez nem speciálisan mondjuk egy TBS számlára kerül, akkor ennek milyen adóvonzata lehet, tehát, hogy mi lenne az ideális, a teljes körű tájékoztatás. És erre nagyon jó eszközök is állnak rendelkezésére a tanácsadóknak, hiszen van egy úgynevezett kiemelt információs dokumentum, ez a KID, amely ott van minden befektetési eszközhöz odarendelve, de nem csak a befektetési eszközökhöz, hanem a biztosítóknál is létezik ez a dokumentáció. Tehát ebből nagyon-nagyon sok információt meg lehet tudni, és nagyon sok információt át lehet adni az ügyfeleknek, amikor befektetésekről beszélgetünk velük. Tehát az ideális az mindenképpen az lenne, hogy a teljes körű tájékoztatást követően legyen lehetősége az ügyfélnek kiválasztani, hogy ő melyik eszközbe szeretné a pénzét befektetni, ha egyáltalán szeretné, illetve, hogy ezt mikor szeretné megtenni, ezt a befektetést, és hogy milyen távon gondolkodik ő ebben a befektetésben. És hogyha már ő minden kérdésére, ami felmerült a beszélgetés során, megkapta a választ, akkor biztos, hogy sokkal határozottabban fog tudni dönteni, hogy mit tegyen ő a pénzével, és nagyobb lesz nyilván a bizalom is, mint úgy, hogyha nem kapja meg a megfelelő tájékoztatást. Én remélem, hogy egyre kevesebb befektetőnek lesz ilyen élményben része, de nagyon szívesen venném, hogyha megírnátok, hogy nektek milyen élményetek volt, vagy hogy melyikkel érzitek jobban magatokat, azzal az eljárással, amely a bankban történt, vagy a másikkal, amivel szintén részetek lehet. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, jó egészséget, és várom a hozzászólásokat, megjegyzéseket, történeteket. Sziasztok!